Igen. No, Turány Szabolcs vagyok, az Aging Soul kapcsolatépítésze. Kapcsolatépítész, ez mit is jelent tulajdonképpen? Ez igazából azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az életünkben, hogy milyen emberi kapcsolatokat tudunk kialakítani, azokat hogyan ápoljuk, hogyan tartjuk életben, illetve hogyan építkezünk rá. Én ezt tartom fontosnak, ezért gondoltam, hogy kapcsolatépítész leszek. És abban segítesz, hogy családokat, gyerekeket és ezeket a közösségeket szépen építsed. Most a büntetés nélküli konferencián, nevelés konferenciáján vagyunk, és onnan indultunk ki, arról beszélgettünk, hogy egy büntetés milyen érzelmeket, érzéseket válthat ki egy gyerekből, akár a megaláztatástól, a szégyenérzettől kezdve igen sok kellemetlenséget, és sokan azt állítják, hogy egy bántó szó, egy kirekesztés fájdalmasabb, mint egy nagy pofon. Mit gondolsz erről, hogyan lehet átfordítani a büntetést dicséretté, motivációval? Abszolút. Egyébként két dolog, amit így megemlítenék ezzel a negatív dologgal kapcsolatban, hogy a szégyenérzet, azt a legújabb kutatások szerint még erősebbnek érzik, még erősebb negatív érzésnek tartják a tudósok, mint például az, hogy én félek valamitől. Egész egyszerűen elmennek odáig, hogy annyira szégyellem magam, hogy nem tudom elképzelni a következő napot. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy a büntetés az, hogy alapvetően, ha már kapcsolatépítészetről van szó, rombolja a kapcsolatokat, a szülő-gyerek kapcsolatot. Mégpedig azért, mert hogy a bizalom az, ami elveszik. Az a gyerek, akit büntetnek, az nem nagyon fog megbízni utána a szüleiben, hogy én elmondhatom ezt? Én tényleg nyíltan kiállhatok? Megbízhatok benne? Nem. És akkor ez itt így hosszú távon mindenképpen káros. Hogy lehet átfordítani? Én azt gondolom, az nagyon-nagyon fontos, hogyha valami negatív dolog történik, akkor azt nem érdemes nagyon-nagyon kivesézni, nem érdemes nagyon részletezni, hanem mindig arra érdemes fókuszálni, arra érdemes koncentrálni, mi az, ami jó, mi az, ami az adott helyzetben jó volt. Mondok egy példát, hogyha lehet, hogyha belefér. Kisfiam reggel nem akart óvodába menni, ez gondolom csak velünk fordul elő senki mással, és a jó kis alvós hálózsákjába jött le, és nem lehetett kivenni belőle. Tehát ő azt mondta, hogy ő abban marad, mondná, hogy akkor nem kell oda menni. Nagy nehezen, nagy csikizések, ilyen játékos birkózások közben valahogy kihámoztam. Ő nagyon-nagyon megsértődött, rettenetesen mérges lett. Ezek után visszabújt a zsákjába. Én azt mondtam neki, hogy egyedül visszabújtál, ilyen rövid idő alatt, ez aztán igazán nagy teljesítmény. Nem arra fókuszáltam, nem arra figyeltem oda, hogy ő most éppen nehezebbé teszi ezt a reggelt számunkra, és abban a pillanatban megfordult az egész, elkezdett mosolyogni, kibújt a zsákjából, felöltözött és mentőkorba. A büntetése kapcsolatban azt gondolom, ugyanez igaz. Ha valami olyasmit tesz a gyerek, ami idegesíti azt, hogy meg lehet nézni azt, hogy ennek mi van a háttérében, és mindig lehet találni benne valami pozitív motivációt. A felelőször kiskolájának az alapmotója és kérdés, hogy hogyan neveljünk boldog gyerekeket. Tudsz erre egy olyan dolgot mondani, ami szívből jobból jó tanács, és amit te tapasztalsz a munkád során? Ezt el fogom lopni, tehát hogy ez nem hazai dolog, ezt nem én találtam ki, de hallottam egy olyan tanácsot, és ez nagyon fontos, hogy minden nap törődjünk a gyermekünkkel, vagy fordítsanak két másodpercet. Az első másodpercben mondjuk azt neki, hogy szeretlek, a másodikban öleljük meg. Köszönöm, tegyétek ezt. Köszönöm.